A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai adásunkban a bélyegvilág székesfehérvári történéseiről esik szó, vendégem pedig Laci Zoltán, a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtőkör elnöke. Tisztelettel köszöntelek. Jó estét kívánok, szervusz. Nos, hát nagyon sok mindentről fogunk beszélni, viszont vissza kell egy kicsit mennünk az időben. Mi történt 1973. szeptemberében? Hát 1973. szeptemberében általános iskolába jártam, és megjelent egy 60-as, 70-es éveiben járó úriember, aki beszélt a bélyegekről, a bélyeggyűjtésről, és az osztályunkban megkérdezte, hogy kit érdekelne ez, ki szeretne bélyeget gyűjteni. Néhányan jelentkeztünk ezzel az úriemberrel, Menik Tiborral, Tibi bácsival elkezdtem azt a fajta tevékenységet, amiről ma is fogunk beszélni, a bélyeggyűjtést. És hát csodás 3-4 év telt el a 73-tól, hiszen nagyon sok vetélkedőn, országos rendezvényeken vettünk akkor részt a dunajvárosi bélyeggyűjtőkkel. És hát jutottam el idáig, hogy ma ennek a nagymúltú és közel 100 éves Székesfehérvári Egyesület elnökeként tevékenykedek, illetve a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének elnökségének is a tagja vagyok. Az utóbbi időszakban természetesen mi is rendszeresen beszámolunk a bélyeggyűjtőkör, tehát különböző kiállításairól, tárlatairól, találkozóiról. Kicsit menjünk vissza az elmúlt esztendőbe, hiszen számtalan olyan esemény volt, ami nagyon-nagyon fontos, hogy aztán megállapodjunk a Petőfi emlékévnél, hiszen az pedig ilyen értelemben mindent vitt. A Gárdonyiban, Tóvárosban, Táncsics Mihály általános iskolában egyaránt volt olyan tárlat, ami felkelthette a bélyeggyűjtők és az érdeklődők figyelmét. Igen, 2019-ben gyűjtőtársaimmal elég sokat beszélgettünk arról, hogy az ifjúságot hogy lehetne újra visszahozni a bélyeggyűjtők, a bélyeggyűjtéstől tevékenységbe, és arra jutottunk, hogy talán az az egyszerűbb megoldás, hogy elindulunk és megmutatjuk a bélyeget a gyermekeknek, hiszen kevéssé találkoznak már ma a napjainkban, mint akár 20-30 vagy 40 évvel ezelőtt. Elindultak az iskolai bemutatóink, ugye a tavalyi esztendőben is voltunk a Tóvárosban, a Táncsicsban, illetve az ősz folyamán a Szénatéri iskolában. Ezeken a bemutatókon a gyermekekhez közel álló bélyegeket szeretnénk bemutatni, így mesebélyeget, állatokat, autókat, tehát minden, ami az ő érdeklődési körüket felcsigázhatja, illetve szeretnénk beszélni a bélyegről, a bélyeg készítésről, és magáról azokról a kiállítási anyagokról, amit a számukra bemutatunk. Természetesen változó az érdeklődés, de megteszünk mindent, és nagyon köszönöm az intézményvezetőknek, hogy támogatják ezt a munkánkat, illetve azoknak a pedagógus kollégáknak, akik fogadnak bennünket, és az osztályfőnöki órák, vagy bármilyen óra keretében egy 30-35 percben lehetőséget adnak arra, hogy beszéljünk a bélyegről. Ez fontos adalék a kör munkájához, hiszen emlékszem a mi korunkban, tehát több mint 50 éve, például nekem is volt bélyeggyűjteményem, és az a tapasztalat, nem tudom, hogy az általános tapasztalata, hogy a mostani fiatalok a gyermekfővel ebben a felgyorsult világban egyre kevesebbet foglalkoznak a bélyeggyűjtéssel. Régen ez dicsőség volt és jó volt. Én ezt inkább úgy fordítanám le, szerkesztő úr, hogy nem biztos, hogy bélyeget gyűjt. Tehát a mostani fiatalok is foglalkoznak gyűjtéssel, akár csak a sportkártyáknak a gyűjtési szenvedélyére, a labdarúgók és minden egyéb, mert elég széles ennek a köre. Kevéssé a bélyeggyűjtéssel foglalkoznak, de ezt én nem rovom föl az ő számukra, hiszen nagyon-nagyon megváltozott a világ.
ami hiányzik, és amiben mi is szeretnénk előrelépni, valóban kellenek az olyan 60-70-es években korban járó személyek, akik a gyerekekkel tudnak foglalkozni. Kellenek azok a helyek, ahol le lehet ülni, ahol foglalkozásokat lehet tartani. Ebben is szeretnénk mi is előrelépni, ezért nem csak az oktatási intézmény visszük a bemutató anyagainkat, hanem a közművelődési intézményekbe, így a Gárdonyi Műfházban a tavaly évben 4 bemutató anyagunk volt, most március 1-ig Mesélő bűvegek címmel a Mesepont-hoz kapcsolódóan van bemutatónk, tavaly az Aranybulla könyvtárban a könyv és a bélyeg kapcsolatáról szóló anyagot vittük, tehát szeretnénk minél szélesebb körben, minél több helyen megmutatni a bemutató anyagainkat, és keressük azt a helyet igazándiból, ahol egy ifjúsági körnek a működését tudjuk megszervezni. A tavalyi esztendő egyik csúcspontja természetesen ugye nem csak a bélyeggyűjtők körében, hanem azt hiszem a Székesfehérvár, illetve az ország irodalmi életében a Petőfi évforduló volt, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója, és hát mi magunk is ott voltunk a Vokéban, ahol egy olyan tárlatot, azt hiszem, hogy egyedülálló tárlatot mutattatok be. Ez egy fontos pillanat volt. Hogy sikerült megszervezni, hiszen tudjuk, hogy nem csak bélyegek voltak, hanem sok minden más is. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ugye minden esztendőben tartunk bélyeg, városi szintű bélyeg kiállítás bemutatót. Mindig elgondolkozunk azon, hogy mi legyen a téma, amivel foglalkozunk, és hát az apropója a Petőfi emlékév, ugye a Petőfi 200 adta a lehetőségét ennek a kiállítás megszervezésének. Ehhez kerestünk partnereket. Az egyik partner volt a Levéltár és Kutatóintézet, aki Petőfi fehérvári tartózkodásáról készített számunkra egy kiállítási keretnyi anyagot. Természetesen megkerestük azokat a gyűjtőtársakat, akik Petőfi anyaggal rendelkeztek, és ezt kiállítottuk. Ma már azt lehet mondani, hagyományos az együttműködésünk a Móroc házaspárral, a könyvkötő házaspárral, akikkel közösen készítettük el az emléklapot, a Petőfi emléklapunkat, illetve óriási megtiszteltetés volt a számunkra, és nagyon-nagyon nagy tragédia, hogy elvesztettük Lukács László professzor urat, de óriási megtiszteltetés volt a számunkra, hogy eljött, és Petőfi székesfehérvári létéről egy nagyon színvonalas előadást tartott, amivel különlegessé tette a mi kiállításunk megnyitóját. És nagyon fontos volt, egy újabb adalékkal szolgált, hogy akik már nincsenek köztünk, köztetek, ők is ott voltak már, mint bélyegeikkel és lelkeikkel, és én pont arra figyeltem fel, hogy kaptam egy bélyeget én is még annak idején, amelyen Hada Tibi bácsi van, egy ilyen kicsike bélyeg. Igen, igen, egy személyes bélyeg. És hát ott volt Tóth István, a Hada Tibor és a többiek. Mennyire fontos az, hogy azokat az egykori nagy bélyeggyűjtő nemzedék tagjait is megörökítsétek ilyen értelemben emlékezve rájuk? Miután eltávoztak közülünk, mindenféleképpen szeretnénk az általuk végzett tevékenységet bemutatni. Tudni kell azt, hogy ezek a gyűjtemények egy része a család értékesíti. Más részéből mi is kaptunk, hiszen Hada Tibor Szent István anyagát a kör megkapta, és mi ezt természetesen nem csak megőrizzük, hanem be is mutatjuk. És ezért gondoltuk, hogy a régi nagy kiállítóink közül, akik már nem lehetnek közöttünk, az anyagát bemutassuk, megemlékezzünk rájuk, mindazzal együtt, hogy mi készülünk a jövő évi 100 éves évfordulónkra, és ehhez kötődően is szeretnénk majd az ő anyagukkal megismertetni a város lakóit. Mennyit változott a bélyeg szerepe a mostanság, hiszen tudjuk, hogy ma már ugye minden elektronikus úton történik hellyel közzel, és nyilvánvaló, hogy egy kicsit azért változott, de nem negatív irányban, hiszen azért vagytok ti, hogy őrizzétek ezt a missziót. Kétféle irányban van változás. Az egyik az, hogy ugye a postai bérmentesítésre használt bélyeg mennyiség az folyamatosan csökken,
hiszen már az elektronikus bélyegzéssel a feladott borítékokon ugye kiváltják a bélyeget, bár ma is fel lehet adni bélyeggel borítékot, levelet. Ez az egyik, ami csökkenti. Viszont megjelent 2004-ben a személyes bélyeg, a megszemélyesített bélyeg, amit bárki elkészíthet, magát a bélyegképet elkészíthet, és a Magyar Postával le lehet gyártatni. Azért tartom nagyon fontosnak ennek a személyes bélyegnek a létét és megjelenését, nem csak azért, mert mi minden kiállításunkra készítünk, és ahogy szerkesztő úr említette, Hada Tibor, illetve több bélyeggyűjtőnknek a képével készítettünk, fehérvári jeles épületekről készítettünk személyes bélyeget, vagy csak akár tavaly a Petőfi emlékéhez kapcsolódóan a Petőfi emléktábráról, ugye a Petőfi utca, Arany János utca sarkán levő épületről, tehát minden ilyen ilyenben fel lehet használni. Másrészt mi, amikor az iskolai bemutatókra megyünk, így a 70 éves Kossuth iskola, a 85 éves Szénatéri iskolában tartott bemutatóinkhoz, az iskoláról készítettünk személyes bélyeget, és ezt bekeretezve átadtuk az intézménynek, így is megörökítve, hogy a bélyeg és az iskola történetet meg lehet mutatni. Többször kértek tőlünk ilyen személyes bélyeg elkészítésében segítséget, illetve hát azon gondolkozunk, hogy különböző székesfehérvári eseményekhez, akár díjként, tehát egy bekeretezett Fehérvár valamelyik jelentős épületéről, szobráról készült személyes bélyeget lehet ajándékként adni. Ezek fontos dolgok, mint ahogy az is, hogy azért vannak társművészetek ilyen értelemben, mert például én nemrégiben voltam Stockinger József kiállításán a Tolnai utcai könyvtárban, és ő ott volt a Vokéban is. Tehát az fontos, hogy a képeslapok, a grafikák is megjelenjenek egy ilyen tárlaton? Mindenféleképpen, és nagyon köszönöm Stockinger urat, és most már mondhatom a gyűjtőtársunkat, mert egyesületünk tagja is. Az ő anyagában is ugye a grafikai eszközzel mellett a bélyeg is megjelent, tehát az exlibri és a bélyeg kapcsolatát szerettük volna megmutatni. Ugyanígy köszönjük a Hold Antikvárium támogatását, hiszen székesfehérvári képeslapok, régi múlt századi képeslapokat tudtunk kiállítani. Óriási meglepetés volt a számomra, Tatán volt tavaly a Temafila bélyeg kiállítás, és a Tatai Múzeumnak mintegy 350 tatáról készült képeslapja volt ott kiállítva. Tehát ezért ragadtuk meg és gondoltuk, hogy a fehérvári képeslapokból is mutassunk meg ezen a bemutatón anyagot. Igen, hiszen fantasztikus múltja van a városunknak, mert nem csak Istvántól, én azt gondolom, hanem az elmúlt század, ami kevésbé feldolgozott még, de ott is számtalan büszkeségre okot adható épület, történet van, történés. Mitől érdekes egy bélyeg? Ezt lelkemre kötötték, ezt mindenképpen kérdezzem meg, mert ugye egy köznapi ember, aki nem ezzel foglalkozik, nem igazán tudja. Mitől értékes? Egyrészt az, hogy mikor adták ki, milyen évfordulóra, mennyit adtak ki belőle, ki készítette azt az adott grafikát. Tehát ha most csak egy példát szeretnék mondani, Kontúj Béla, aki a Városháza dísztermébe az Arany Bulla szekkót készítette, ő tervezett bélyeget Szent Margitról 1942-ben, ha jól emlékszem. Tehát a bélyeg értékét, nem csak a pénzbeli értékét kell nézni, hanem egyáltalán annak a grafikának, annak a történelmi eseményhez, városi eseményhez kötődését, de ugyanígy lehet akár egy virág sorozatotnak az értékét is. Tehát én számomra például egy 1968-as Kodály festménybélyeg a legértékesebb, mert ehhez nekem az kötődik egy verseny, ahol eredményt értünk el, és ezt kaptam emlékbe, ma is megvan, őrzöm. Tehát értéke nyilvánvaló, hogy az első 1841-ben megjelent bélyegeknek, annak a néhánynak óriási magas értéke van. Eladni, értékesíteni lehet bélyeget, de minden időszaknak megvannak azok a kiválóan
kiváló bélyeg tervezői és az általuk készített bélyegek, amik egyrészt szakmai értéket, másrészt pénzbeli értéket is jelentenek. A fontos kérdés, hogy a bélyeggyűjtők tematikus gyűjtők, tehát egy bizonyos kört figyelnek, vagy mindenfélét? Ez minden gyűjtő más. Minden gyűjtő más. Nyilvánvaló, hogy amikor az ember elkezdte gyűjteni, akkor amit talált, megkapott bélyeget, vagy levelezőlapot elkezdte leáztatni, és aztán valahogy elrakta évszám szerint, a rajta levő grafika szerint. A tematikus gyűjtés pedig egy adott téma, például medve, ugye február 2-án kijön a medve, nem jön ki a medve, nagyon sok medvéről, magáról az állatról kiadott bélyegek vannak, tehát van, aki ezzel foglalkozik. Mi mind a két fajta gyűjtésnek megvan a maga gyűjtői koncepciója. Én magam számára azt szoktam mondani, hogy én minden gyűjtök, tehát számomra minden bélyeg fontos, bárhol adták ezt ki. Nyilvánvaló, hogy van elképzelésem és elgondolásom, szeretném valamelyest gyűjteni és magam számára kiállítási anyagot vagy bemutató anyagot készíteni az 1938 és 40-ben visszatért területeknek a bélyegzéséről, futott levelező lapjairól, képes lapjairól, tehát óriási a választási lehetőség, de minden gyűjtő saját maga dönti el, hogy egyrészt anyagi lehetősége, kapcsolatrendszere van-e, és hogy milyen irányban kíván elindulni. Mi a bőrzék szerepe? Hiszen azért nagyon tudjuk, hogy a kiállítás és a bőrze az két különböző dolog. A bőrzének az a szerepe, hogy egyrészt megmutatja a gyűjtő, hogy milyen anyaga van, másrészt ezeken a bőrzéken lehet vásárolni. Tehát ilyenkor lehet megtalálni régi levelező lapokat, olyan sorokat, ha van egy gyűjteményem, és az adott gyűjteményben lehet, hogy egy sort egy jobb minőségűre ki akarok cserélni. Tehát széles ennek a köre, amivel a bőrze igazándiból helyettesíti, vagy már túllép a régi cserefüzeten. Szerkesztő úr véletlenül tudja, ez egy A5-ös méretű kis füzet volt, be lett ragasztva egy kis fóliával a bélyeg, ezeket a füzeteket jelölték, és a különböző bélyeg találkozókon, összejöveteleken a gyűjtők átnézték, és ami érdekelte belőle, meg tudta venni. Ez a fajta tevékenység még ma is létezik, bár sokkal kisebb mértékben, mint ahogy ez a 90-es évek előtt volt. Ezt váltotta ki a bőrze, ahol ugye el lehet jönni, ki lehet tenni az anyagot, és meg lehet a cserét, a vásárlást oldani. Nagyon fontos, hogy a Mábiosz is lépett ebbe, ugyan Budapesten, egy kicsit Budapest-centrikus a bélyeggyűjtésnek ez a része. A Mábiosz székházban minden negyed évente van egy országos méretű bőrze, ahova természetesen mindenkit várnak. Egy fontos kérdés. Feltűnnek néha-néha olyan bélyegek, ami óriási meglepetést kelt a szakma körében is? Ilyen jellegű eseményeken feltűnhetnek, de sajnos az a egy kicsit káros ma, hogy olyanok tűnnek fel, amit hamisítványok. És ez ellen is ugye próbál a magyar bélyeggyűjtés fellépni. Sajnos a bélyeg előtti levelezésben jelent meg, de valóban lehet találni akár olyan levelező lapokat, inkább futott anyagokat, ami kevéssé jellemző, vagy kevéssé jelenik meg a bélyegvilágban. Ugye röviden szó esett a Mábioszról. Mi a szerepe az Országos Szövetségnek? Miként segíti a társszervezetek munkáját? Hát a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége most egy átalakuláson megy keresztül. A Mábiosz mostani elnöksége mindenféleképpen szeretné a köröket és az ifjúsági tevékenységet támogatni. Ennek két része van, az egyik pénzügyi segítséget adni. A segítség úgy működik, hogy pályázati lehetőséggel, tehát a körök rendezvényekre, bemutatókra pályázhatnak, illetve az ifjúsági rendezvények szervezéséhez, illetve a Bélyeggyűjtő Szövetség a
Kulturális és Innovációs Minisztériummal, illetve a postával és a miniszterelnökséggel kötött szerződéseiben vállalta az ifjúsági tevékenység, az ifjúsági bélyeggyűjtés segítését, előremozdítását. Ennek egy része a versenysorozat, amit a legutóbb megjelent Bélyegvilágban elindított egy ifjús, egy hatfordulós ifjúsági vetélkedőt. Ennek a vetélkedő anyaga ez a mi honlapunkon, a filafehérvár.hu honlapon is megtalálható, hiszen ma a Bélyegvilágot jelenleg postai, illetve újságoknál nem lehet megvásárolni, de maga a vetélkedő anyagat mi a honlapunkra feltettük, illetve szeretnék azokat a ma már Székesfehérváron gyakorlattá vált bemutatóknak a sorát támogatni országosan. Ugyanígy a Bélyeg Múzeum is elindult intézményi iskolai bemutatóknak a megvalósításával. Közben keresem, de a vége felé, 41. oldal. 41. oldal. Viszont ugye ez egy jövőképet is mutat, tehát az új tárlatok és a jövőkép fontos. És én azt gondolom, hogy ez egy ilyen értelemben is jó út, amiről beszéltünk, pedig az itt van, már rögtön megtalálom, bízom benne. Tehát ez egy felhívás, hogy a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége és a Filatelista Ifjúságért Alapítvány hatfordulós játékos vetélkedőt hirdet ifjúsági bélyeggyűjtők részére. Azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat, hiszen vetélkedőre minden olyan 10-21 éves fiatalt várunk, akit érdekel, hogy mi a világ egyik legnépszerűbb és legszebb hobbija, egyetérthetünk, és ez 2024. január, március, május, július és szeptemberben megjönő Bélyegvilág című újságon közzétett feladatok megoldása és beküldése alapján készül. Tehát ez egy rendkívül fontos adalék. Ez lehet a jövő útja? Ez a jövő egyik útja, tehát ezzel mindenféleképpen el kellett indulni. Az én időszakomban, illetve talán egészen a 90-es évek elejéig rendszeresen voltak ifjúsági bélyeg kiállítások, tehát az ifjúsági gyűjtők anyagait bemutatva, illetve rendszeresen voltak ifjúsági vetélkedők. Ezzel elindulunk egy úton, nagyon szeretnénk, hogyha az a fajta tevékenység, amivel mi elindultunk a bemutatókkal, ez az ország több helyén adna ötletet a gyűjtőtársaink. A fehérvári bélyeggyűjtőkör jövőképe hogy fest? Az egyik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy szeretnénk ezt a fajta bélyegbemutató sorozatot, amit az iskolákban elkezdtünk, illetve a közművelődési intézményekben ezt tudjuk továbbvinni. Tavalyi esztendőbehöz tartozik még, hogy egy kicsit elfoglaltuk a belvárost, már ezt én humorosan mondom, hiszen a hadtörténeti kiállításhoz kapcsolódóan volt egy bemutatóanyagunk előadással, illetve a színházban az Alba Régia Szimfonikus Zenekar októberi rendezvény sorozatához kapcsolódóan Lippai József gyűjtőtársunknak egy nemzetközi kiállítási anyagát lehetett megtekinteni. Tehát mi ebben is szeretnénk előre lépni. Több ötletünk, elképzelésünk van a város programjaihoz, város intézményeihez való kapcsolódásban. Szeretnénk a közművelődési intézményeken keresztül az ifjúsági, egy új ifjúsági körnek a létrehozását megtenni. Bízom abban, hogy ebbe, ehhez a, először talán mi nekünk is a meghelyő szemét kell megtalálni. Jövőre lesz 100 esztendős a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtőkör. Az idei bemutatónkkal, október 9-én tartjuk az idei bemutatónkat, szeretnénk nekiindulni egy emlékévnek, és ehhez kapcsolódóan néhány napon belül egy felhívást szeretnénk közzétenni. Keressük és várjuk a székesfehérvári bélyeggyűjtéshez kapcsolódó relikviákat. Szeretnénk ezt következő egy évben keresztül tartó bemutatóinkon megmutatni.
ez levelező lap, ifjúsági versenyek, katalógusa, bármi, ami a fehérvári bélyeggyűjtéshez kapcsolódik, ezt várnánk, illetve szeretnénk digitalizálni, hiszen nem kerülhetjük meg ma a digitális világot, és a honlapunkon a történeti részt, ami ugye tartalmaz az egyesületünk elmúlt 90 évét, ehhez kapcsolva ezeket az anyagokat feldolgozni, és ott egy történeti részt is nyitni azok számára, akik kalandoznak majd a bélyeg világban, és szeretnék megismerni az elődök és a bélyeggyűjtők munkáját. Igen, hát bízunk benne, hogy ezek a tervek megvalósulnak, én pedig azt ígérhetem, hogy természetesen beszámolunk róla, hiszen ez egy fontos adalék Székesfehérvár kultúrtörténetéhez is mindenféle értelemben. Laci Zoltánnak köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Kedves nézőink, Laci Zoltánnal beszélgettünk, a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtőkör elnökéről, egy kicsit a múltról, a jelenről, és ami talán a legfontosabb, a jövőről, hiszen a bélyeggyűjtés egy olyan szenvedély, ami azt hiszem, hogy örök. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.